Pénzhamisítás gyanújába keveredett a Jobbik volt Nyéklátházi elnöke. Több mint 120 millió forint értékű hamis bankjegyet foglalt le a rendőrség egy miskolci nyomdában. A Jobbik szerint semmi közük az ügyhöz, hiszen a gyanúba keveredett volt jobbikos már tavaly év végén kilépett a pártból. Korábban egyébként a párt is indított ellene etikai eljárást. Halomban állt a kinyomtatott 20 dolláros a miskolci nyomdában, amikor a rendőrök házkutatást tartottak. Több mint 1800 év hamis bankjegyet találtak, amelyekről már csak a sorszám és az egyedi azonosító hiányzott. Az első vizsgálatok szerint alkalmasak lettek volna arra, hogy megtévesszék az embereket. Névértéken több mint 120 milliót ért volna a hamis pénz, pénteken vettek őrizetbe két gyanúsítottat. Egy edelényi és egy nyéklátházi illetőségű férfiről van szó, mind a ketten beismerő vallomást tettek, velük szemben pénzhamisítás büntet kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. Mind a kettőjüket őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására. Sajtóhírek szerint egyikük Szász István, aki a Jobbik képviselőjelöltje és a Nyéklátházi Alapszervezet elnöke is volt. A gyanú szerint a férfi és társa ebben a miskolci nyomdában készítette a hamis dollárt. A párt már vasárnap este közölte, hogy Szász István ellen tavaly etikai vizsgálat indult elfogadhatatlan életvitele miatt. Szász azonban a vizsgálat vége előtt még tavaly év végén kilépett a pártból. Nem tudom. Nem tudta megmondani Dúró Dóra, hogy miért osztották fel a Nyéklátházi Jobbik szervezetet, ahogyan az sem, hogy miért indult korábban etikai vizsgálat Szász István ellen. A képviselő hozzátette, elképzelhetőnek tartja, hogy kaptak olyan információkat, hogy valamilyen vállalhatatlan vagy összeférhetetlen ügybe keveredett Szász István. Ő már nem volt a Jobbik tagja, amikor ezek az események történtek, akkor ezek szerint a beismerő vallomása alapján is. Nem tudtunk arról, hogy ő bármilyen ilyen ügybe keveredett volna, és úgy gondolom, hogy a Jobbiknak semmi köze nincsen ahhoz, hogy ő egyébként milyen cselekményeket követett el, ugyanakkor nagyon sajnálatosnak tartjuk ezt. A képviselő szerint azonban Szász István semmilyen adományt nem adott a pártnak.